Sajnos a Világzenei Fesztivál utolsó napjának összefoglalójához érkeztünk. Szerdán cigány és elektronikus folkzenét hallhatott a Punk rendezvény sorozat keretein belül a Világzenei Fesztivál közönsége. Most az ebből készült összeállítást nézzük meg, remélve, hogy lesz ennek a színvonalas rendezvénynek folytatása. Honnan érkeztetek? Karcsánról érkeztünk, de különben három helyről tevődik össze a zenekarunk. Hidasnémetiből két fő, Karcsánról szintén két fő, és Szabolcsból is vannak, a cimbalmos szabolcsi. Kikből áll a zenekar? Most jelenleg öten vagyunk itt, de hét tagból áll a zenekar, van még egy női primásunk. Ő édesanyja, és a cimbalmosnak a felesége nem mindig tud velünk lenni együtt, de van még egy másik primás is, az is az apja a cimbalmosnak, és van még egy gitárosunk, de az dolgozik, el van foglalva most jelenleg, úgyhogy most öten vagyunk itt jelenleg. Milyen zenéket hallhat ma tőletek a közönség? Hát az igazság, hogy a mai igényenek megfelelő univerzális zenéket játszunk, jazz, country, magyar nóttal, slágerek, hát egy szóval, amire van igény. Feldolgozásokat játszottok? Részben igen, meg van saját szerzeményünk is, amiket már régebben szereztünk, csak az igazság, hogy ezt nem nagyon játsszuk senkinek, mert ez csak a miénk, és ezt nem szeretnénk azt, hogy ebből valaki más, ebből hasznot húzna. Milyen helyekre kaptok leginkább felkérést? Hát egyelőre túl igényes helyekre még nem. Itt a környező falvakban, városokban jártunk Szabolcsban, és jártunk már külföldön is, Csehszlovákiában néhány helyen. Sajnálatos módon nem vagyunk elég ismertek, de reméljük, hogy ez is ki fog alakulni. Az az igazság, hogy egy igazi menedzser kellene nekünk, egy komolyabb menedzser, aki menedzselni a csapatot, sajnos ez hiányzik, és így elég nehéz az előre jutás. A mai rendezvényre kitől kaptátok a meghívást? A helyi művelődési központ igazgatójától, Siska Tamástól. Elég jó viszonyban vagyunk vele évek óta, és ő hívott meg bennünk erre a rendezvényre.
napon milyen zenéket hallhatunk tőletek? Hát ez egy vegyes program, másfajta nemzetiségű, jellegű zene, többek között román, akkor jazz, többek között magyar zene is, és hát egy klasszikus feldolgozás. Elég változató zenét játszunk, az az igazság, hogy igyekszünk a mai kornak megfelelni, minden igényt kielégíteni, de azért a tőzsgyökeres zenénk az ugye az eredeti hagyományos cigányzene, ebből indul ki minden. Hát azt nem kell mondani, ugye, hogy a cigányzenének a vérében van a muzsika, és így talán az is elősegíti azt, hogy bármilyen zenére nyitottak vagyunk, és hát a vérünkben van az a zene az igazság, hogy azért játszunk változató zenét, minél több fajta zenét játszunk. Milyen nyelven zenéltek a leginkább? Inkább magyar nyelven, azon legjobban azon szeretünk zenélni. Román zenét is játszunk, de sajnos románul nem tudunk, csak a zenék román, tehát a zene román. Nem tudom, hogy arra kíváncsi-e, hogy cigány nyelven, nem tudunk cigányul, sajnos. Most nem tudom, mennyire tud róla, hogy vannak magyar cigányok, akik zenész cigányok. Itt a környező Bodrog közön legalábbis, a környező falvában csak magyar cigányok laknak, tudomásom szerint. Vannak az olá cigányok, akik hát cigányról tudnak beszélni, mi nem tudunk sajnos. Így nőttünk, az őseink se, már visszamenően a dédnagyapáink is tudtak cigányról beszélni. A további céljaitok a zenével? A céljaink az lenne, nagyszerű álmaink végül is, nem céljaink, álmaink vannak. Sokat beszélünk róla, hogy az igazság, hogy eléggé nem akarok ezzel nagy szavakat használni, vagy dicsekedni, de elég felkészült a zenekar, magas színvonalú zenét is tudunk játszani. Hát a primásunk és a cimbalmosunk, ők a Rajkóba és a Bráncsás és a Rajkóba tanultak több évet, hát 8-10 éveket tanultak a Rajkóba, és elég felkészültek zenéleg, úgyhogy úgy gondolom, hogy meg tudnánk felelni akár nagyobb városokba is, talán még Pesten is.
Honnan érkeztetek? Sziasztok! Kecskemétről érkeztünk, mi vagyunk a Naurang zenekar. Milyen zenéket hallhatott ma tőletek a sátor a jobbhelyi közönség? Elektronikus világzenét játszunk, ami azt jelenti, hogy különböző népek, különböző kultúrák zenét ötvözzük a mai modern hangzással. Kikből áll a zenekar? Testvéremből Szilágyi Barnabásból, aki a zeneszerzőnk, Szemlér Ákosból, aki tablán játszik, Fekete Inciből, aki hegedűn, és Osziból, aki fafúvós hangszereken játszik. Én meg Szilágyi Áron vagyok, aki dorombozom. Mit sikerült elérnetek már a zenével? Most beszéltünk róla, hogy koncerteztek, CD-tek jelent meg. Igen, hát szerencsére nagyon sok a koncertünk. Ez harmadik albumunk, a legutóbbi Pangá nevű nagylemezünk. Ez is már az összes elfogyott szerencsére, úgyhogy nagyon örülünk, illetve Egyesült Államokból, Japánból nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy úgy érzünk, hogy szakma és a közönség egyaránt jól fogadta. Külföldön is turnéztok? Többnyire külföldön, igen, főleg Európa különböző országaiban. Szerencsére Magyarországon is egyre több helyen, a nagyobb fesztiválokon, Sziget fesztiváltól kezdve tényleg jelentősebb fesztiválokon is ott vagyunk. Hogy értékelitek a sátor a jóhelyi közönség fogadtatását? Nagyon kedvesek voltak, bár úgy érezzük, hogy ez a zenei stílus, amit mi képviselünk, ez az underground vonulat, kisebb városokban még nem annyira elfogadott, mint mondjuk nagy, a fővárosban vagy nagyobb városokban. Ehhez kell egy klubélet, egy stabil bázis, hogy a fiatalok, hasonló gondolkodású fiatalok járjanak szórakozni. Itt a csíráját talán elhelyeztük ennek a stílusnak.
Köszönjük szépen! Színpadon még mindig a Navrangzenekar, a későn érkezőknek, vagy a korán távozóknak mondom. Következik egy új zene, ez még nincsen rajta a legújabb lemezünkön sem. Bouncing Harmonics. Köszönjük szépen!